Üdvözlet mindenkinek! Az ötödik korszakos BZ mod tavalyi megjelenése után egészen idén nyárig kellett megvárni, hogy mellékkocsit is tudjunk hozzá vásárolni. Jött egy gyári MTB mellékkocsi, illetve a Max Train is készített egy limitált kiadású mellékkocsi sorozatot. Én ebből is vettem, ez található itt most nálam a 2-es sorszámú példány, az 572-es pályaszámú mellékkocsiból. Bontsuk is ki a dobozt, és nézzük meg, hogy sikerült ez a modell. A mellékkocsi a szokásos MTB csomagolásban érkezik. A dobozban emellett találunk még egy kis kártyát is, amin a kocsi pályaszáma és az adott példánynak a sorszáma található. Ugye a Max Train-es kiadás az sorszámozott limitált darabszámú modell. A melléket kiegészítő zacskóban találjuk az utólag felszerelhető kerékáramszedő lemezeket, kapaszkodókat és csavarkapcsokat. A mellékkocsit kézbe véve hasonló benyomáson volt, mint a BZ modnál. Egy alapvetően arányaiban jól eltalált főforma köszön vissza, azonban érdemes egy pillantást vetni a részletekre is. A tetőn mindösszesen 3 kis szellőzőt találunk, azonban a korszakra jellemző tetőablakok nem találhatóak meg a kocsin. Ez azért is érdekes, mert az 5. korszakos BZ moton ezek kidolgozásra kerültek. Oldalról megnézve a járművet, gyakorlatilag a motorkocsi köszön vissza. Itt ami szembetűnő, ugye az az ablakok sarkainak lekerekítése, itt ez kicsit kisebb rádiuszú a kelleténél. Az oldalfal sima, az oldalsó szellőző tamponozással került felvitelre. Az ajtók melletti kapaszkodók fémből készültek, festetlenek, és nekünk kell a helyükre helyezni őket. A rögzítéshez célszerű egy-egy nagyon kis csöpp ragasztót használni, hogy biztosan a helyükön maradjanak. Oldalt még ami picit pontatlan, azok az ajtók, ugyanis ezeknek teljesen a tető síkjáig kellene felérniük, azonban alatta egy, hát körülbelül milliméterrel véget érnek, ez sajnos a cseh kocsikon is így található, nem tudni, hogy a gyártó miért ezt a megoldást választotta itt. A jármű homlokfalai nem tartogatnak túl nagy meglepetéseket, itt az ablakok formája megegyezik a motorkocsijéval. A fő eltérést a motorkocsitól ugye ott találjuk, hogy ezeken csak egy szimpla zárlámpa található. Az alvázon az egyik oldalt a kocsira jellemző elrendezésben és kialakításban találhatóak a dobozok, a másik oldalt viszont a középső doboz ugyan körülbelül a helyén van, de formailag és kidolgozásilag nem a korszakra jellemző alkatrész. A feljáró lépcsők alsó fokát a kiegészítő zacskóban találjuk, ők ragasztás nélkül is a helyükre rögzíthetőek, a színük azonban valamiért a szürke helyett anyagokban színezett fekete lett, pontosan úgy, ahogy az ütköző tokok is szürke helyett fekete színűek lettek. Ez utólag orvosolható, de azért jó lett volna, hogyha ez gyárilag sikerül ilyen színűre fújni. A forgómázak formai kialakítása megegyezik egyébként a motorkocsin találhatóval. A jármű festése véleményem szerint alapvetően megfelelő, az én kocsimnál nem tapasztaltam komolyabb festési vagy maszkolási hibát. Az MTB modelleknél sokszor olvastam és hallottam olyan véleményeket, hogy 3D nyomtatottak a kasznik, ezt jellemzően arra szokták alapozni, hogy közelről megfigyelhető, főleg az íves felületeknél minimális sávozás. Ez azonban nem a 3D nyomtatás miatt, hanem a gyártó által használt szerszámkészítési módszer miatt van. Az MTB tudtommal ugyanis szikraforgácsolás helyett CNC marással készíti a fröccsöntéshez a szerszám betéteit, amely bizonyos íves felületek esetében közelről ilyen a modellen is megfigyelhető nyomokat hagy a felületen, amennyiben nem polírozza fel utólag kellőképpen ezeket a részleteket a gyártó. A modell feliratozása, ahogy néztem, alapvetően helyes és pontos, minden szépen olvasható, azonban sajnos az alvázdobozok továbbra sincsenek feliratokkal ellátva. A kocsi futása könnyed, a menetellenállása minimális, ebben nagy szerepe van a görgős csapágyazott tengelyeknek is. A kocsi belseje kidolgozott, és az alapvilágos bézs szín mellett az ülések piros színnel festve vannak. Belső világítás vagy zárfény alapból nincs, de a gyártó mellékelt kerékáramszedőket, amivel utólagos világítás beépítésénél megoldható az áramszedés kiépítése. A kocsi rövid kapcsoló kinematikával van ellátva, ami mind univerzál, mind fecskefarkas kapcsolóval biztosan használható, mind húzott, mind tolt üzemmódban szépen kapcsolt a motorkocsival. A jármű alapára 31.500 forint volt a videó készítésének pillanatában, míg a világítással szerelt verzióért 42.000-et kérnek.
A gyári 582-es pályaszámú kocsi mellett örömteli szerintem, hogy készült alternatív pályaszámú kiadás is a Max Renault Voltából, így aki mindkét kocsit megveszi, az egy klasszikus három részes BZ szerelvényt tud belőlük kiállítani, és azzal megidézni az 5. korszakos MÁV mellékvonali hangulatot. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!